Élő is? Megyünk? Igen. Menjünk akkor, sziasztok! Kedves Box utca online nézők itt a Facebookon. Hát megtörjük a csendet némi szünetet követően, azért olyan nagyon sokat nem kellett rávárni, hogy ismételten jelentkezünk, hiszen az első két hétvégén túl vagyunk a Forma 1-ben, és túl vagyunk az első olyan hétvégén a futamokat követően, amikor nem volt verseny, de ezen a hétvégén megint futam, ráadásul korán kell kerni, hiszen megyünk Melbourne-be, Ausztráliába. Mellettem pedig két tanult, kiváló kommentátor, szakértő, stúdió, és egyébként titulósokat tovább nem is mondom, szóval Weber Gabi, Nagy Dani, sziasztok! Hello, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok! Hello, hello! És hát mivel mással kezdhetnénk, mint azzal, hogy mennyire vártátok már, hogy ismét folytatódjon ez a szezon. De most viccet félretéve, ugye nagyon bekezdtünk, hiszen ott volt a bahraini teszt, ott volt a bahraini futam, aztán ott volt a szaudarábiai verseny, és utána volt egy hét vége, amikor nem volt futam. Ja, jó volt, én nem vártam volna, ha egymás után jönnek a hetek, évvel én mindig könnyen végigcsinálni itt a darálót. Dani biztos jobban vártam, mert hogy most idén először ül be mellém, úgyhogy neki most lesz először módja megszólalni. Most veszítettünk pár nézőt, de nem gond, nem, majd próbálom. Nem, nem, hát egyébként kedvel engem, nem tudom, észrevette, de... Nem nézőt veszítettünk, hanem piros zászló született. Jó, az adásidőre figyelnünk kell majd, hogy betartsátok, igen. Én nagyon vártam, megmondom őszintén, én azért várom most ezt a Melbourne-i hétvégét, mert eddig voltunk két teljesen más karakterisztikájú pályán, és most jövünk egy harmadik teljesen más karakterisztikájú pályával, és én azt gondolom, hogy ebből a háromból azért már egyre pontosabb képet tudunk gyúrni, ráadásul formálni, és alkotni. Igen, és most volt azért egy kis idejük a csapatoknak, több, mint legutóbb Bahrain és Jeddah között, úgyhogy láthatunk talán majd néhány új fejlesztést, akár itt a Mercedes kapcsán, ugye ők, nekik kéne, hogy tőlük várjuk a legtöbb újítást, meg a leggyorsabb megoldást arra, hogy egyébként valahogy közel legyenek a Red Bullékhoz. Szabad ne feled, ezt sokan kérdezik, de azért nagyon fontos, hogy nem lehet a végtelenségig, tehát a fejlesztési verseny menni fog, de nem lehet folyamatosan minden alkalommal újabb és újabb dolgokat próbálni, mert nem fognak beleférni a költségvetési felső limitbe. Hát lehet, legfeljebb a végén nem maradt pénz üzemeltetni az autót. Igen, kimar az utolsó tétfutam, bocs, nem maradt ugye, üzemanyagra se. Tehát a lényeg az, hogy észre kell ezeket, nem lehet számolatlanul ontani az újabb alkatrészeket, és akkor amelyik működik, ezt az autót adobni a következő hétvégén, hanem tervezettebben kell csinálni, és ezért például a Ferrari-nál ezen a harmadik hétvégén sem lesz semmilyen változás, vagy komolyabb módosítás, és majd meglátjuk, hogy például a Mercedes mit hoz, akik nagyon ígérték, hogy esetleg most már az első szárnyakról már látszottak módosított képek, de erről fogunk is beszélni a Jeddában, hogy változott például a Mercedes, és messze nem úgy módosítgatták, hogy a korábbi években, amikor tényleg lehetett rádobálni minden pénzt, ami elfért az autón. Igen, ha már itt Gábor szóba azt a nagyjából a koreográfia az úgy fog kinézni, hogy egy nagyon pici visszatekintést követően, de tényleg egy perces visszatekintést követően rátérünk a Mercedesre, természetesen beszélünk a Ferrariról és a Red Bullról, és jelenállás szerint úgy tervezzük, hogy egy nagyjából 60 perces, azaz egy órás adással készülünk itt nektek hárman, és az utolsó negyed órában válaszolnánk a legjobbnak vélt nézői kérdésekre, viszont a kérdéseket folyamatosan küldhetitek itt a Box utca Facebook oldalán, Számon a Zsolti kollégánk, ő nekem összegyúrja a végére, és akkor onnan tudok szemezgetni. Szóval, Charles Leclerc vezet összetettben, 45 pontja van, Sainz 33-mal a második, Verstappen ugye a címvédő 25 ponttal a harmadik, a konstruktőröknél pedig a Ferrari 78 ponttal az első, a Mercedesnek 38 van, annak ellenére, hogy elméletek az első két futam finoman szóval sem sikerült nekik úgy, ahogy szerették volna, Red Bull 34, Alpine 16. És akkor elsőként nem a Ferrarival kezdenénk, hanem a Mercedes-szel, és talán azért, mert ugye ez volt az a csapat, amely egyértelműen uralta és dominálta a hibridérát, mégis az új szabályok, és elsősorban ez a bizonyos delfinezés, amelyről tucatszám beszéltünk már, úgy tűnik, hogy őket sújtotta a legjobban. Miért? Hogyan lehet ezt kiküszöbölni, és egyáltalán mi történik a Mercinél, vagy mi történt az első két futamon a delfinezés kapcsán? Ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, és folyamatosan vizsgáljuk, hogy mi lehet az oka, vagy hogy mi lehet a megoldás. A csapatok is ezen vannak, és hogyha ez egy egyszerű kérdéskör lenne, akkor már régesen megoldották volna, már tesztek alatt megoldották volna. És ugye itt hajszárítóval folyékoltunk, hogy talán ott voltál akkor? Én voltam, igen, fizika óra volt itt. Volt hajszárítóval, megpróbáltam megmutatni egyébként, hogy alakulhat ki, vagy mi történik ilyenkor az autó alatt, vagy az autó környékén, csak a helyzet az, hogy már azért szerintem nem voltunk vele egyedül, Danival sem, meg más sajtóorganunk is elkezdték perceket, hogy nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű, mert ennyire egyszerű lenne, akkor ha mi is le tudjuk ezt modellezni, akkor a csapatok már sokkal hamarabb megoldásra jutottak volna. És a helyzet az, hogy azóta már a Ground Effect korszak nagy tervezői, akik ma már
bőven nyugdíjasok, de még életben vannak, mondjuk például Peter Wright vagy Jean-Claude Mizsó, ők azért már elkezdték felhozni azt, hogy messze nem arról van szó, hogy csak és kizárólag az autódat áram a levegő levárása okozná ezt a delfinezést, ezt a hullámzó pattogó mozgást, hanem ennél sokkal összetettebb kérdés, és az autó saját rezgése, illetve az egyes alkatrészek saját rezgése is benne van, meg az autó egészének a rezonanciája. És innentől kezdve, hogyha ugye látjuk, hogy mi történik, ez egy bárhelyi kép az egyenesben a Mercedesről, ugye szikrázik az ajas, itt már elindul egy folyamatos vibrálás, egy folyamatos függőleges mozgása az autónak. És ehhez még, bocsánat, azt hozzátenném, hogy itt, amit én észrevettem, hogy nem is a klasszikus lefelé és fölfele mozgás, hanem egy ilyen hintázó, előre-hátrafele mozgás, mert, amit láthatunk. Mert hogy kétfajta delfinezés van, vagy delfinezésnek kétfajta verzióját különböztethetjük meg, és ezekből kis, adódik kis össze. Kis és nagy delfinezés? Igen, tehát van az előre-hátrafele bólintó mozgás, amit látunk egyébként, tehát az autó hátulja mindig többet ül be, mint az eleje, és emiatt van egy ilyen, lesz ez a furcsa hullámzás egyébként, hogy a hátulja mélyebbre jön, és utána magasabbra pattan vissza, és ezzel együtt van egy folyamatos függőleges irányú mozgás is, és tulajdonképpen ezeknek eltérő a frekvencia, 5 és 8 hercen működnek, ugye Jean-Claude Mizsó szerint, ez az ő emlékei szerint, tehát elég mélyen benne volt akkor a 80-es évek elején, ez az a két frekvencia tartomány, amit hogyha elér az autó, gerjesztett frekvenciák, rezgések szempontjából, akkor ez pont abban a tartományban van, ahol ez a rezgés öngerjesztővé válik. És pont ezt látjuk, és pont ezért van ez a furcsa dolog, hogy egyes autók csak egy picit olyan, mint hogy fölülről megnyomnál egy valami rugós kis autót, és akkor egy ideig még pattog, aztán abban marad. Más autók, mint például a Mercedes, viszont ezt a nagyon furcsa, valóban, ahogy Dani mondta, hogy az eleje hátulja külön életet él, és van egy ilyen folyamatos lebukik előjön, ettől hívják ezt egyébként delfinezésnek, mert ha csak tisztán így pattogna, ugye akkor az egy ilyen... A kengurugrálásnak is hívhatnánk, igen, hogy igen, már hagyd már, érkezünk. Szép átkötés, még nem menjünk ennyire messze. Igen, de az valóban ilyen lowrideres. És melyik a rosszabb, ha lehet a kettő együtt fordul elő, és a rosszabb az, hogyha van egy ilyen előre-hátra történő folyamatos mozgás. Azt nehezen megfogni. Igen, nehezen megfogni, mert az első hátsó tengely egyformán rugózik be és rugózik ki, tehát van egy ilyen típusú liftezésed, az is megzavar, de az igazán nehéz dolog az ez, amikor átválik ebbe az első tengely. Ugye látjuk, az első tengely mindig merevebb. Az első rugók mindig merevebbek a hátsónál. Nagyobb hátsó rugó utat kell eleve használni, ugye hátul van a nagyobb tömeg a Forma 1-es autókon, tehát súlyeloszlás szempontjából is annak kell nagyobb rugóutat hagyni, és látjuk is, hogy a hátulja él külön életet igazából, az eleje viszonylag merev. Csak hogyha ezt elkezded belengetni, és egyébként konkrétan ez történik, és ami ezt okozza, ugye ez a repülőgépeken is előfordul, ez a szárnyvibráció, flattörnek hívják angolul. Egy videót nektek. Mindjárt megmutatjuk, hogy ahogy ez a repülőgépeken kinéz, vagy a repülőgép szárnyakon kinéz, ez ugye leszakítja, hogyha nagyon agresszív a dolog, vagy túlságosan nagy... Hát azért, bocsánat, ez kicsit ijesztőbb, nyilvánvaló. Frekvenciát ér el, akkor le is tud szakadni a repülőgép szárnyak. Ez egy akkora gép, tehát hogy ilyet csinál. És ugye ez mind abból adódik, hogy amikor elkezdenek leválni ezek az apró légörvények, ezek az apró turbulenciák, ezek a vortexek a szárnyak két oldaláról, akkor ha megfelelő frekvenciát gerjesztenek, akkor eléri az adott terem saját frekvenciáját, és elkezdi berezonáltat, és egyre nagyobb amplitúdóval mozog az egész. És ami ezt az autók, a Forma 1-es autók alatt generálja, az pedig az örvénylő levegő, ugye azért látjuk a Venturi csatornákat, hogy ahogy előről belép a Venturi csatorna eleje, ugye lefelé, ahogy megyünk hátrafele, egyre kisebb a keresztmetszet, egyre közelebb kerül a földhöz, és utána megint megnyílik. Ráadásul ebben csatornák is vannak, ugye látjuk azokat a toroknyílásokat, amik négy rekeszre vannak osztva, azok kifele terelik a levegőt. És ezeken az éleken mindenhol elkezdenek leválni ezek a vortexek, minden nagyobb tempóval mész, annál nagyobb energiájú örvénylések keletkeznek. És ezeknek az örvényléseknek, a leszakadó örvényléseknek az általuk gerjesztett frekvencia az, ami beindítja ezt a mozgást, és igazából nem is a levegő feltorlódása kezdi el. Egyébként nekem az volt nagyon gyanús már a tesztek második hetében, amikor Danival erről beszélgettünk, hogyha szemből nézted az autót, már azelőtt elindult a hullámozás, a patogzás, mielőtt az autó igazán közel került volna az aszfalthoz. Tehát nem torlódott ott még föl teljesen a levegő, és mégis elindult ez az öngerjesztett frekvencia. Úgyhogy igazából olyan szempontból volt igaz az első gondolatoknak, amit egyébként mi is közvetettünk, hogy az is közre játszik, hogyha túl közel kerül az autó, és már elkezd feltorodni a levegő, de az csak egy összetevője ennek a nagyon sok összetevős jelenségnek. Most, ha már a teszteket mondtad, én emlékszem rá, hogy itt elég furcsa
hangulatkeltő videók és nyilatkozatok láttak napvilágot a gyakorlások még a két teszt során, hogy a Mercedes azt mondta, ugye, hogy sokkal rosszabb állapotban is helyzetben vannak, mint korábban. Ezt kibeszéltük, hogy ez mennyire volt igaz, mennyire nem. Most tényleg úgy tűnik, hogy igaz volt. De hogy ők azt mondták, hogy szerintük a tud is majd javulni az autó ebben a tekintetben a delfinezésben az első két versenyre, akkor az nem lesz jelentős. Jelentős javulás volt náluk a tesztekhez képest? Egyelőre nem. Tehát ezt az eredmények is mutatták. Ráadásul, ha megnézzük Lewis Hamilton időmérőjét, nyilván ott egyéb faktor is közbeszólt, hogy miért nem tudott egyáltalán a Q2-be sem bejutni, de nem igazán láthattunk igazából javulást. Ráadásul Jeddában egy nagyon sima aszfalton versenyeztek a csapatok, úgyhogy ez is segíthetett volna elkerülni a delfinezést. Talán egy kicsit kevésbé delfinezett az autójuk, de hát szemmel láthatóan nem mozog jó az az autó, magasabban van a hasmagasság, ugye ez a leggyorsabb eszköz arra, hogy elkerüljék ezt a durva delfinezést, úgyhogy egyelőre nem látunk ennek nagyon jelét. A Mercedes-szel kapcsolatban egyébként lehetett olyan híreket hallani, hogy eredetileg nem számoltak azzal, hogy alacsony leszorító erős hátsó szányra lenne szükségük akár Bahrainben, akár Jeddában, ezért nem készült el. És ugye itt, amire Gábor utalt korábban, hogy van egy költség sapka, tehát nem készíthetsz el 300 fajta első szárnyat, meg hátsó szárnyat, mert mindent meg kell szabnod, okosan kell ezzel sáfárkodnod, hogyha ilyen szóval éljek, és egyszerűen nem volt kész. Lett volna szükségük, mint ahogy egy furcsa verzió ott is volt Jeddában, azt mondjuk ilyen mutatunk képet, aminek így le volt vágva. Hát az egyik is mutatja, az egy subtitus megoldás volt igazából, mert nem volt más nálunk, csak a modellező kisfűrész a technika órával. Ez a másik, nem. Ezen is látszik, de ezt még később fogjuk mutatni. Itt van. Ugye itt egy összehasonlítás Bahrainról és Szaúd-Arábiáról, ugye a baloldali kép előről, a hátulról a bahraini szárny, hátsó szárnyak itt az elsők, és látszanak, hogy jobb oldalt Szaúd-Arábiában van, hogy reagált a Mercedes, hogy próbált megreagálni. Ugye, ahogy Dani is mondta, nem készítettek másik hátsó szárnyat, de mégis valahogy gyorsabbat kellett tenni az autót az egyenesben, aminek egyébként alapvetően a Mercedesnek az autóépítési koncepciója nagyon furcsa. Ha ránézel, ugye szinte nincs rajta oldal a szekrény, legalábbis meg van fordítva ilyen sátor alakban. Itt felül nagyon-nagyon tiszta az autó, itt eszméletlen mennyiségű levegő áramlik át, és első ránézésre azt mondaná az ember, hogy hát ennek nagyon jó lehet a légellenállása, mert itt aztán semminek nem ütközik a levegő. Most a probléma ezzel az, hogy ennek az autónak nagyobb a légellenállása, mint mondjuk a nagy dobozos Ferrari-nak. Ez azért van, mert ugyan itt a levegő valóban szépen átáramlik, de látszik, hogy ott van az a marha nagy hátsó kerék mindkét oldalon, meg nem csak a hátsó szárny, hanem a hátsó szárny alsó elemei, amik ugye igen, megint visszakerültek az autóra, és azok is nagy területet elfoglalnak, és sokkal nagyobb területen érkezik meg a szabadon áramló levegő, hogy utána telibe találja ezeket a hátsó marha nagy kiálló elemeket, és ettől lesz nagyobb ennek az autónak a légellenállása, bármilyen furcsa is. És a négy kerék önmagában ezt alapvetően meghatározó, hogy nagyjából egy 40% vagy több mint 40% a Form 1-es autók légellenállásának pusztán csak a kerekek miatti szelete, tehát a teljes légellenállásnak majdnem a felét a kiálló kerekek okozzák. Úgyhogy ilyen szempontból ezt nem nagyon tudod kivédeni. Máté, vagy csináltunk egy videót néhány héttel ezelőtt, a hatkerekű Tyrell autóját vettük Gorcsi alá, és ott is azért jött az ötlet, hogy legyen hatkerék, mert akkoriban nagyon küzdöttek, volt egy másfél méter szélességű limit az első szárny, annál nem lehetett szélesebb, és a nagy első kerekek nem fértek be a szárny mögé, és már akkor egyértelmű volt, hogy ez óriási hátrány, hogyha az a nagy kerék, ami turbulens levegőt hagy maga mellett, előtt, fölött, alatt, azt megpróbálták berakni, és hát nem tudtak, először négy kerékkel jött ki, azt nem adott elég tapadást, úgyhogy beraktak az első kettő kerék mögé még kettőt. Működött, a futamot nyertek vele. Amíg gyártott rá gumit a gutyira, azok ezzel vége volt a sztorinak. Na visszatérve 2022-ben, ugye a Mercedes megoldás, látjuk a hátsó szárny összehasonlításoknál, hogy mennyire másképp közelítettek meg a csapatok. Ugye itt a bahraini megoldás, teliben nagyon magas szárnyelemmel, egész magasra kihúzva a felső szárnyelem széle, csücske is, és az alja is viszonylag egyenesen tartva, ugye ez a szokásos 2022-es forma, ez megvan. És akkor amit csináltak Jeddára, az látszik, hogy idáig a szárny ugyanaz. Tehát ez a külső rész ugyanolyan magasra emelkedik, a második felső szárnyelem is ugyanolyan magasan van, és pusztán annyi történt, hogy itt elkezdtek belőle kivágni. Fogták és kivágtak belőle egy ilyen, hát az hány centi magas lehet, srácok? 5-6 centiméter körülbelül? Az a magasság? Tehát itt, ahol van, és nyilván ez folytatódott a túloldalra, Isten ilyen feles szárnyal ment. Tehát alapvetően annyi történt, hogy a legegyszerűbb verzióval fogták a felső szárnyelemet, levették, ugye ez a nyitható szárnyelem, a felső szárnyelem, ami DRS-nek ugye kinyílik,
és kivágtak belőle egyet, tehát nem feltétlen ollóval, ezt kicsit pontosabban oldották meg, de hogy gyakorlatilag a létező szárnyelemükből reszeltek le, vagy vágtak ki, és nem egy új szárnyelemet gyártottak. Ugye eddig az volt a divat, a korábbi években, főleg a nagy csapatoknál, ahány konfiguráció, annyi típusú szárnyat, komplett szárnyat csináltak, tehát nem csak az elemek maguk különböztek, hanem a szárny véglap, sokszor még a rögzítés is más volt, hogyha emlékeztek, a Mercedes az elmúlt években rendszeresen azzal szórakozott, hogy bizonyos szárnyelemét egy hattyúnyakkal, bizonyos szárnyelemét két hattyúnyakkal rögzítette, attól függően, hogy az adott szárnyelemnek, az adott leszorítőerő csomagnak mi volt az optimálisabb megoldása. Itt most ilyenekkel nem lehet operálni, hanem számolni kell bizony a filéreket, a centeket is. Oké, okay, az, amit most itt látunk, ezt a fajta változást, amit ők Jeddában alkalmaztak, ez a jövő idézőesen, ez várható el tőlük, hiszen azt már bejelentették, hogy az eddigiekhez képest is egy picit másfajta hátsó és akár első szárnyakat vetnek be Melbourne-ben, sőt, azt is kommunikálták, hogy esetlegesen a padlólemezt is átalakítják valamelyest. Ezzel lehet kiküszöbölni a delfinezést? Ezzel nem feltétlenül. Egyébként ez egy érdekes dolog, és erről az előbb akartam is beszélni, csak aztán témát váltottunk, hogy sokan azt hiszik, vagy úgy látják, hogy egy átdizájnolt szárnyelemek, átdizájnolt padlólemez, és megoldódik a probléma, de valószínűleg ez ennél sokkal több rétű változtatást, itt futómű változtatást is szükséges eszközölni, úgyhogy valószínűleg ez önmagában, de majd mindjárt Gábor is elmondja a véleményét, önmagában ezek nem fogják megváltoztatni. Az új első szárnyat már láttunk egyébként Melbourne-ben, vannak az interneten különböző helyeken lehet találni képeket, valószínűleg a hátsó szárny is megérkezik, de ez még szerintem nem az a csomag lesz, amivel végérvényesen meg tudják oldani. Ugye, bocsánat, még őt elmondod, ugye ők hivatalosan azt mondták, hogy ez egy aerofejlesztési csomag. Tehát ők nem azt mondták, hogy ettől a delfinezés megszűnhet, hanem azt mondták, hogy ettől kvázi gyorsabb lesz az autó. Ami fontos a Mercedes szempontjából, hogy a delfinezés ez csak egy problémájuk. Igazából három komoly gondjuk van, az egyik a delfinezés, ami talán a legkomolyabb, a másik, és akkor fontossági sorrendben mennék, a másik az az, hogy nagy az autó légellenállása, ami nem ezzel utaltam. De McLaren a másik ilyen egyébként akik nagyon keményen. És ráadásul ugye a Mercedes motornál pedig nem látjuk pontosan, de egyértelmű, hogy van teljesítmény visszaesés a többiekhez képest, ha nem is nagy, de hogy nem a Mercedes már a legerősebb motor a mezőnyben, hanem néhány lóerő, de lehet, hogy 5-10 lóerő lemaradásban is vannak. Konkrétan az időmérőt nézzük, az első két futam alapján átlagosan 7-10 volt a lemaradása a legjobban teljesítő Mercedes-es pilotának a pole pozíciós időtől. Erre mondta Toto Wolff, hogy a motorban maximum 1-1,5-2 lehet, tehát a motorerő miatti lemaradásunk az nem jelentős. Szerintem is így van, minimálisan a motor is közrejátszik, de ez a legkisebb problémájuk. Ugyanakkor ezt is meg kell oldani, mert ha minden más megoldottak, még mindig ott maradnak egy minimális motorerő hátránya. És van egyébként egy nagyon érdekes dolog a Mercedes erőforrással versenyző csapatoknál, hogy az ERS, tehát az energia rásegítő visszanyerő rendszer teljesen máshogy van beállítva a Mercedes motoros autóknál. A kanyarok kijáratára van inkább összpontosítva, és azért látjuk azt a végsebesség adatokból, illetve a futamon is, hogy a vége felé elkezd lemaradni a Mercedes a többihez képest, vagy mondjuk a telemetria adatokat nézzük, mert addigra már elfogy ez a rásegítés. Ez egy érdekesség, lehet, hogy úgy látják, hogy ha köridőt nézel, akkor többet tudnak nyerni azon a szakaszon. És ez még inkább kiemeli a Mercedesnek a rossz légellenállását, mert minél nagyobb tempóban mennek, annál inkább hátrányban vannak a légellenállásai. És annál kevesebbet tudnak nyerni plusz erő ráadásával. Tehát a kigyorsításokra dolgozik a Mercedes, a rövid kanyarokból jók igazán, hogy ott tudnák ezt az erőt fordítani. Meg ami számomra érdekes, sok helyen olvastam, nem, ez egy kicsit ilyen összeesküvés elmélet, de hogy annak egy light verziója, hogy a Mercedes motorral szerelt csapatok azért nem üzemeltetik maximális hatásfokon az erőforrást, mert hogy úgyis gyenge az autójuk, az nem feltétlenül párosul plusz sokkal több megszerzett ponttal, ezért inkább most kímélik, hogy aztán majd később keményebben használhassák. Aha. Ez jó, jó mese, ez már nekem is sok. Ez már kicsit nekem is túlzás. De ezt hallottam a Ferrari-ről is. Csak azért nem, hogy megbízható legyen. Hát igen, ha nem nyomod ki a szemét, akkor nem derül ki, hogy mit bír, tudod? Tehát ez ugyanez a szituáció. De tavaly nekik voltak ezzel a kopással, tehát hogy volt problémájuk a motor megbízhatósággal. Tavaly szerintem stratégiailag erről már beszéltünk, és stratégiailag szándékosan is választottak sokszor szerintem motorra nem cserét, mert jobban megérte nekik, hogy keményebben nyomhassák, de tény, hogy valószínűleg volt vele probléma, és itt ugye az új üzemanyag előtérbe kerülés, vagy az idei E10-es üzemanyag miatt kellett mindenkinek átdolgozni az égésterét és a motorvezérlését, és ebben a Mercedes
egy picit megakadt a többiekhez képest. Most alapvetően azt mondtam én az adásunk elején, hogy csak a végén, az utolsó negyed órában olvasnánk és válaszolnánk nézőkérdésekre. Most ide illik. Én közben nézem, és baromira ide illik egy kérdés, akkor... amely gyakorlatilag át is vezet minket a következő témába. Bár úgyhogy... még itt ez a 4-es osztott képben a kérdést ezt told be. Idevágó, Kunkli János kérdezi. Gábor, válaszol egy kérdésemre? Három felkeltő jellel. Ez a kérdés? Már csak ezért is gondoltam, hogy ezt beolvasom. Válaszolni. Szóval, még a Ferrari esetében is van búlogatás nagy sebességnél, oké, a McLarennél nem dők lassúak egyelőre, mit csinál a Red Bull, hogy megvan a megfelelő leszorító erő, és semmi búlogató mozgása nincs a Red Bullos autóknak? Hát ha ezt mi tudnánk, akkor nagyon okosak lennék. Én azt gondolom, hogy nyilván a Red Bull tudta a legjobban kiküszöbölni ezt a frekvenciatartományt, amiben előfordul a delfinezés, az 5, illetve 8 Hz-es tartományt, amiben a két különböző típusú delfinezés egymással összhangban, egymást felerősítve működik. De hogy alapvetően szerintem a Red Bull sincs most annyira kihegyezve, tehát részben ők is szerintem elvehettek a maximális tapadásukból, ennek ellenére jól megy az autót, és mindenki keresi a megoldást. De az egyetem szembeötlő, hogy az élcsapatok közül a Red Bullnál van a legkevésbé jelen, a Ferrari-nál jelen van, de most nem mondja az nem volt jó, Ferrari se ilyen igen, tekintetben, eléggé pattogtak. A Ferrari-nál pattogott, de érdekes módon nem befolyásolta a teljesítményt, tehát nem volt annyira zavaró. Pedig volt, hogy kanyargos részen történt, és mégis stabil maradt az autó, és ezért mondom, hogy nagyon nehéz ezt a problémát megérteni. Tehát többféle delfinezés, a delfinezésnek többféle fázisa, vagy szakasza létezik. Tehát van az a delfinezés, ami még nem káros. Aztán van az, amikor meg már vége. A Mercedes van ebben a tartományban, abból kell magukat valahogy kimenteni. Egyébként meg ezt az 5-4-es összeesítést, ha már megcsináltuk ezt a négy képet, csak azért mutassuk meg, hogy itt a Mercedes hátul az előbb már ezt láttátok, és akkor itt van egyben, hogy hogy nézett ki a Jeddai szánk. Ez csak Jedda, és csak amiatt, hogy milyen megoldásokkal jöttek a csapatok, két Mercedes motoros csapat alul, a gyári csapat és az Aston Martin. És érdemes megnézni, az Aston egy teljesen más, gyakorlatilag a leginkább visszavágott, az Alpin volt a másik, akik még ennyire visszavágott, csak más formájú szárnyat készítettek. Ez egy abszolút másik szárnyelem, mint amilyen a Bahrainben voltak, és csináltak egy olyan szárnyat, amit valószínűleg majd Spában, meg egy csomó más, esetleg még Monzában, ha bár ott még a kanál alak sem lesz valószínűleg, fognak használni. És látszik, hogy egyébként nagy is volt a sebességkülönbség az Aston javára a Mercivel szemben, nem annyira brutális, mint amit a szárnyak mutatnak, mert ugye sok minden máson is múlik, hát ha megnézitek, hogy itt az alsó szárnyelemek hogy néznek ki, itt nem csak a hátsó szárnyak tetején dönti el, hogy mennyi a légellenállás, meg mi lesz a légsebesség, hanem mondjuk, hogy mennyire tömörek, mennyire nagyok ezek az alsó elemek, és például ebben azért nagyon zárt elemeket használt az Aston. Tehát nekik ez volt a legnagyobb, ez volt a legkeskenyebb, és ezeknek az összességéből, meg az egész autó által generált lesz légellenállásból kajátkeztetjük a végsebességet, vagy abban következik, hogy melyik autó milyen gyors. Vagy az Astonnak nagyon visszavette hátsó szárnya volt, hogy a Ferrari, akik gyorsak voltak, és a győzelemért csatáztak az Red Bull-al, hogy a Ferrari-nál is ez a kanállap megvolt, ők nagyon visszavágott külső élekkel, külső szélekkel mennek, de belül azért látszik, hogy nagyon nagy a két szárnyelem magassága. Nyilván a dőrészszöggel játszanak, de a Ferrari sem készített másik szárnyat Jeddára. Utólag egyébként be is ismerték, hogy ez hibás döntés volt, vagy kisebb leszorítós csomaggal kellett volna menni, és akkor érdemes megnézni a Red Bullt. Nincs olyan nagy különbség, hogyha megnézitek szárnyformában összességében a Ferrarihoz képest, vagy akár ha a Mercedeshez nézzük, mondjuk a két szélső rész a Mercedesnél nagyon magas, és messze nem éri el az Aston visszavágottságát, de hogyha mégis a magasságot nézitek, hogy milyen magas az elem, azért, hogyha a Ferrarihoz hasonlítjuk, viszonyítjuk, hát szerintem egy 5 centi különbség van, és ez az a vaskosság, ez a húsosság, ami a főelem, ugye az alsó elem a főelem. A főelemből amennyit elvett a Red Bull, és amennyit visszakeskenyített az oldalsó részeken, ráadásul ott van egy V-alakú bevágás, most odaig nem ér el a kardom, az ott még van egy V-alakú bevágás is középen. Ezek azok az apróságok, aminek a segítségével a Red Bull hozzátéve azt, hogy szerintem az autó magában egyébként jobb légellenállási mutatóval rendelkezik, mint a Ferrari, tehát ha ugyanannyi szárnyat pakolnak föl rá, akkor valamivel mindig gyorsabb lenne a Red Bull, ez a megérzésem az eddigiek alapján. Hogy az autó formája, egyes terelő elemek elhelyezkedése, a karosszéria komplet egészének a kialakítása összességében jobban siklik a levegőben a Red Bullnál, mint a Ferrari délutójánál. Annak ellenére ugye, hogy az első futamon technikai meghibásodás miatt nullázott végül a Red Bull, aztán a másodikon szépen visszajött, de ezt sokan kérdezik is, és akkor lehet, hogy a Mercedes-ről teljes egészében rátérhetünk erre a Red Bull-Ferrari csatára, hogy
az, amit most látunk vajon, és kezdjük akkor a Ferrarival ilyen szemben, hogy folytassuk inkább azt mondom velük. Nagyon stabilak voltak a teszteken, rég nem látott stabilitást mutattak mind a két háromnapos teszten, és azt mondta az olasz sajtó is, és maga Binotto és a Ferrari is, hogy hosszú idő után tényleg lehet bizakodni. Az első két futam abszolút ezt mutatja, hiszen 1-2 és 2-3. Sainz úgy lett kétszer is dobogós, hogy azt mondja, hogy egyáltalán nem érzi még az autót, ami megint csak azt jelenti, hogy mi lesz majd, hogyha ugye ő is elkezd érezni az autót, szóval ez maradhat szerintetek? Ez most csak egy idény elejé kis csoda volt itt a Közel-Keleten, vagy teljesen mindegy, hogy melyik kontinensre és a világ melyik városába repülnek majd? Egyedre akkora a különbség a Red Bull és a Ferrari és a többiek között, hogy csodának kell ahhoz történnie, hogy bármilyen pályára megyünk, kis túlzással, ez felboruljon. Tehát szinte biztos, hogy most Melbourne-ben is hasonló erőviszonyokat láthatunk, nyilván lesz majd a középmezőnyből, aki egy kicsit följébe vickél, lehet, hogy a Red Bull-Ferrari párharc is valamelyik irányba billenni fog, de a Ferrari egyelőre nagyon összeszeretnek tűnik. Binotto azt mondta, hogy ők egyébként úgy érzik magukat, vagy Binotto úgy érzi, hogy az eddigiekhez képest most vannak a legjobban felkészülve a fejlesztési csatára is. Uh-huh. Tehát ők nagyon magabiztosak, nem csak abban az autójuk most jó, amit mindenki lát, ott vannak az eredmények, hanem azon a téren is, hogy itt majd, ahogy szépen megyünk a szezon vége felé, jönnek az update-ek, ugye a Mercinél is, a Red Bullnál és a többi csapatnál, és azzal is fel tudják venni a versenyt. Nekem személyesen az érzésem, hogy a Ferrari van sokkal közelebb a saját teljesítmény csúcsához, köszönve annak is, hogy ugye a teszteken végig tudták csinálni a programot, a tesztprogramot. Tehát ők ki tudták aknázni azt, ami az autóban van, amennyire lehetett ennyi idő alatt. A mostani verziójában. A mostani verziójában, igen. A Red Bullnál meg inkább azt érzem, hogy ők még így próbálkoznak. Nyilván minden csapat próbálkozik, mert hát nem lehet tesztelni, csak a verseny végéken. Most ezzel azt mondod, hogy több van jelen pillanatban a Red Bullban, szerinted pluszban? Nem tudom megmondani, de nekem ez az érzésem. Ugyanezt érzem én is egyébként. Minimálisan a Red Bullnál, mint a több potenciál lenne, de ez a mostani csomagra igaz. Ha jön egy fejlesztési lépcső, akkor nem tudjuk, hogy kinél megy, milyen irányban tolja el a dolgot. Viszont alapvetően ugye, és ez is egy átlagos nézőkérés szokott lenni, mennyire korai azt kijelenteni, hogy ez az év és ez a szezon egyértelműen csupán erről a két csapatról szól, tehát ennek a két csapatnak a versengése. Ez nagyon korai. Szerintem most hozzuk be egyébként a táblázatot a nézőknek, amit Gábor csináltál. Ez most ideillik, de ez korai. Tehát a Mercedes még simán visszajött ebbe, mert ugye a Mercedes picit a senki földjén van. Mert mögöttük azért, ha megnézitek, ha Hamilton nem rontotta volna az időmérőt a beállításokkal, akkor azért a Mercedes a harmadik erő. Tehát a Haas, az Alfa extrém jó hétvégét kéne, hogy fusson, hogy ott legyen valahogy a Mercedes környékén, és ez egyre kevésbé lesz esélye erre, hogyha a Mercedes elkezdi ezt az autót megtalálni. Visszajöhetnek, nem gondolom, hogy visszajöhetnek a Ferrari és a Red Bull elé, visszajöhetnek oda, hogy dobogókért, győzelmekért versenyezzenek, vagy csatázzanak. A kérdés, ez mi lesz elé? És akkor itt van ez a táblázat, amit az előbb már megmutattunk, és akkor menjünk rá vissza, mert erről is egy csomót beszélgettünk itt elmúlt két futam óta, hogy sokat előkerül, hogy de hát a Mercedesnek még mennyi ideje lesz, tehát milyen hosszú szezon, 23 futam, hogyha az orosz nagydíjat... Köztük én is felültem erre a hype vonatra egyébként. Helyettesítik vagy pótolják, akkor igazából még rengeteg idő van hátra. Akkor most nézzük meg azt, ugye ahogy most állunk, ott van a 45, 26, 22, 16 jelen állás szerint, a világbajnokságon vezető Leclerc, a legnagyobb kihívója nem csapaton belülről Verstappen, és akkor a két Mercedes-es versenyző pontszámai. És menjünk sorba, ugye ott az Ausztrália hétvége, aztán jön majd Emilia Románia ugye Imolában, Miami, és utána Barcelona. Május közepét írunk, majd picivel május közepén leszünk túl, 6 futam megy meg. Igen. Hogyha a Mercedes, és akkor menjünk itt sorjában, itt az Ausztrál hétvége, hogyha itt nem változik semmi az erőviszonyokban, és ugyanaz látszik majd csapaton belül Leclerc, Sainz, Verstappen, Perez szempontból, tehát hogy 2-3 tizedes lemaradásban követik őket. Magyarul, hogy ott is van két kategória, Leclerc mint Verstappennel, és Sainz mint Perezzel, igen a két sor, ahogy mondod. Hogyha ebben sem lesz változás, akkor nagy átlagot tekintve, és akkor menjünk vissza megint a táblázatra, tudom, hogy szeretjük magunkat is mutatni, de a táblázat most fontosabb. Hogyha megnézitek, ha pont átlagot vonunk, és azt mondjuk, hogy csak az alapján szerezik a pontokat a következő futamokon, ahogy eddig történt, tehát mondjuk Leclerc nyer egyet, aztán Verstappen nyer egyet, szépen elosztják, és ők viszik a bónuszpontot, és ezt átlagolunk. És ugyanezt a Mercedesnél csak harmadik erőnek számítom őket, tehát mindig az 5.-6. helyet megszerzi Russell és Hamilton, felváltva egyszer Russell 5., Hamilton 6., aztán Hamilton 5., Russell 6., átlagolunk. Most akkor nézzétek meg, ha Ausztrália így futna le, akkor Leclercnek 67 pontja lenne, Verstappennek 48, Russellnek 31, Hamiltonnak 25.
Hogyha nincs változás Imolában, akkor ott van, hogy hogy távoznék Imolából. Ha nincs változás Miamiban sem, tehát nem tud a Mercedes egyértelműen feljönni a Red Bullra és a Mercedes. Körülbelül 7-10 másodperc. Igen, 7-10 másodpercről beszélünk. Nagyon sok. Tehát ha nem oldódik meg, és még mindig harmadik erő, még akkor is, hogyha zárul az orló, de csak harmadik erő, és nincs semmi más extra történés egy futamon, akkor Barcelonából úgy távoznának, hogy Leclercnek 133 pontja van, Verstappennek 114, Russellnek 58, Hamiltonnak 52. Ott vannak a mínuszok, tehát 6 futam után Russell hátránya 75, Hamilton hátránya 81 pont lenne, úgyhogy arról beszélünk, hogy még lesz 17 futam. És akkor most teszem fel a költői kérdést, hogy, és visszatérhetünk magunkhoz, hogy amikor 17 futam lesz hátra, és 81, illetve 75 pont, tehát 3 futam győzelmi hátrányban vagy, és utoléred a többieket, akkor hogy fogsz ledolgozni 3 futam győzelmi különbséget? Mert ahhoz eléjük kéne ugranod, de nem is kicsit. Itt azon van a hangsúly, hogy gyakorlatilag tavaly mondjuk, ha Mercedes néztük, egyetlen egy ellenfele volt, úgy hívták, hogy Max Verstappen. Perez is néha ott volt, de nem, nyilván Bottas pedig Hamilton segítette. Most még talán ez a helyzet sem egyértelmű csapaton belül, de ezen kívül van még 4 pilóta, 2 csapat, és ez akarva akaratlanul azt fogja eredményezni, hogy pontot fognak rabolni egymástól. És ehhez tényleg az kéne, hogyha eltelt ennyi futam, és csak utána jön a csoda, hogy a Mercedes ne csak fölzárkozzon a többiekre, hanem az ő irányukba billenjen a mérleg több tized másodperccel, hogy egy domináns teljesítményt tudjanak nyújtani. Az meg jelen állás szerint bármilyen jó csapat is a Mercedes, elég valószínűtlen. Gondoljátok. Igen, de bocsánat, hogy én ugye nyilván a szorosabb szezonban reménykedek. Ha, vagy Mercedes Rucker vagy. Hát mindenki az nálunk, ugye egyes kommentátorok szerint. Vagy egyes kommentelők szerint, bocsánat. Szóval, de egyes kommentátorok szerint is lehet. Ez a Freudi elszólás lehet, hogy betalált most, de most ne menjünk bele. Szóval, hogy ugye most ti ezt úgy számítottátok ki, vagy úgy mondjátok, hogy nincsen technikai meghibásodás, és azt a szintet, amit eddig hozta mondjuk Leclerc, ami egy brutális szint idén megint, azt folyamatosan tudja hozni. Azért ez nem mindig járható, főleg egy ilyen hosszú szezonsorán. De valószínűtlen. És bocsánat, ugye nem mondom, hogy tele leszünk, de lesz néhány hétvége, talán Imolával az első sprint kvalifikációs hétvége, ami aztán megint adott esetben itt a különböző tavalyhoz képest módosított pontozásokkal beleköphet úgymond a levesbe. De ilyenkor jön képbe az, hogy van 4 pilóta. És az lehetetlen, hogy mind a 4 folyamatosan nullázom, miközben Hamiltonékat nem sújtja ugyanezt. Tehát most, ha előre próbálom gondolkodni, akkor úgy kell, mintha pókereznénk, hosszú távon kell, a hosszú távú várható eredményt, és jelenállás szerint nem tudom, hogy kell játszani. Néztem el két közelítést. Filmekben láttam. Nem, szóval ez tényleg csak egy statisztikai átlag volt, de mondjuk ebből lehet kiindulni, a csapatok is ebből indulnak ki, amikor nézik, hogy meddig, hova, ezt csináltuk eddig, ha így folytatjuk, akkor igen, így lesz. Ugye, ami a lényeges ebből a szempontból, hogy Perez az idei Red Bull-al jobban érzi magát, mint a tavalyival. Közelebb van Verstappen, ugye látszott ezen a Jeddai pólján is. Sainz pedig ugye nem érzi jól magát még a Ferrari-ban. Ott van ez a 3 tizedes lemaradás. Jó, hát kellett ez a szerencse, de 3 tized átlagnál nincs jobban lemaradva a Leclerctől, és még kereső magát. Tehát, ha ezt nézed, akkor abban abszolút igaz a Landaninak is. És tényleg ez a helyzet. Nem tud a Mercedes előre ugrani, úgyhogy ne 4 emberen kelljen átugrania. Mert nem, nincs az a, milyen az a tartomány, amikor pont elé kerül Sainznak és Pereznek, de nem érted utó Verstappen meg Leclerc. Tehát, hogy ez a másfél tizedre bejönnének körülbelül ez a játék. Ugye itt akkor ebben az esetben a kérdés talán az is, hogy tegyük föl, hogy utolérik őket, és ugye azt beszélgetitek nyilvánvalóan, hogy minél később érik utol őket, értelemszerűen matematikai szempontból is annál nehezebb dolog lesz. De mi van, hogyha hamar elkezdik őket utolérni? Erre nem láttok esélyt? Azért csináltam az egész táblázatot meg, tehát hogyha kimerevítitek, vagy visszapörgetitek majd utólag az adást, akkor végül is meg lehet nézni, futamra lebontva megcsináltam a különbségeket, tehát minél előbb szedi össze magát a Mercedes, ugye annál hamarabb meg tudja fékezni a lemaradást, és szépen visszajönni. Most még abban a távolságban vannak, hogy innen még lehet valamit keresni. Bár tegyük hozzá, hogy Leclerc előnye már most több, mint egy futamgyőzelem Hamiltonnal szemben, és közel egy futamgyőzelem Russell-lel szemben. Ugye még Verstappentől alig vannak lemaradva, meg Sainz sincs olyan messze, de ez nem kell sok futamnak eltennie, tehát hogyha itt Melbourne-ben nem lesz változás, már pedig egyelőre azt valószínűsítjük, hogy nagy változás nem lesz, tehát a Mercedes marad a harmadik erő, akkor már nagyot, megint nyílik az óló. És hogyha Imolában sem lesz változás, tehát hogy minden egyes futamnak óriási jelentősége van, mert nem tudod elodázni. Tehát nem az van, picit olyan, mint amikor azt számolod, hogy valakivel vagy meccsben, hogy ha te nem nyersz, akkor viszont ő nyert, tehát nem csak, hogy te buksz pontot, tehát majdnem a dupláját bukod, mert ő meg annyit nyer rajta. Igen. Van a 6 pontos meccsek. És itt ugyanez a helyzet, hogy minden egyes elvesztegetett hétvégével nem csak a lemaradásod nő, hanem a hátralévő futamok száma is nő,
amivel csökken a sanszot, hogy behoz. Tehát azért mondom, hogy a Barcelonából is úgy jönnek el, hogy és ez a nagyságrendi különbség addigra kialakul, amit persze nem tudom, hogy így lesz-e, akkor ez, hogyha vissza is jönnek meccsbe, és az lesz, amit vársz, meg amit szeretne mindenki látni, egy három csapat vívjon hat versenyzővel, egy iszonyú jó szezont látnánk, de a Mercedesnek mondhatok, ez a nem menne sansza semmire. Mert csak nyerhetnének ugyanannyi futamot, hátrálva 17-ben mondjuk osszuk el, nyerne 6 futamot a Mercedes, 6 futamot a Ferrari, és mondjuk 5 futamot a Red Bull. Az egy piszok izgalmas szezon lenne, de maradna az a 70-80 pontos különbség, nem értem, változna semmi. Értem. Jogos, jó. Mielőtt rátérnék még Ausztráliára és Melbourne-re, beszéljünk egy picit esetleg más csapatokról, hogyha van kedvetek és szeretnétek valakit kiemelni, akár pozitív, akár negatív értelme, lehet egyet-egyet. Két futam alapján első benyomások, levesszük a Mercedes-t, a Red Bull-t és a Ferrari-t. Melyik az a csapat, amely elsőre beugrik pozitív meglepetésként? Én mondanám az Alpine, de velük kapcsolatban nagyon kettős érzések vannak bennem. Egyrészt a megbízhatóság egyelőre olyan, amit mondtak, semmilyen. Úgyhogy, de van erő a motorban. De van erő a motorban, ez igaz, ez igaz. És egyébként és nagyon jókat meccseznek egymással. Azt inkább hagyjuk, mert felhúzom magam. De hogy visszatérve az Alpine-ra, lehet egy jó stratégia, mert ugye most már teljesítmény tekintetében a belső égési motoron egy jó pár évig nem lehet fejleszteni, de ugye megbízhatóság szempontból meg lehet rajta, úgyhogy hosszú távon lehet, hogy ez az Alpine-nak még kifizetődik. Viszont most főleg Jeddában nagyon agresszívnak tűnt az autó viselkedése, nehezen vezethetőnek, ami egyébként időmérőn jónak tűnt, de a verseny elég rossz volt egyébként. Nagyon kis leszorító csomaggal mentek, nagyon a végsebességre mentek rá. De ezekkel az autókkal szerintem egy picit úgy érzem, hogy jobban visszajut majd a versenyen, mint mondjuk az elmúlt években. Úgyhogy nekem az Alpine egyelőre ilyen felemás, de bennük van potenciál. Tehát lehet, hogy nem a következő néhány futamon, de lehet, hogy év vége felé, hogyha már összeáll minden, akkor ők ott lehetnek az elején. Nyilván sokan várják Alonso miatt, hogy ez így legyen. Gábor? Hát a két Ferrari motoros privát, tehát a Haas meg az Alfa Romeo, nem tudom melyiket válasszam, az Alfában is nagy a potenciál, Joe tök jól megy, tehát engem nagyon meglepett. Bármilyen rossz szakadt rajtól, mint kiderült, hogy nála nem a kuplunk probléma volt, hanem állandóan lefullasztja és a lefulladás gátló életben lép, csak onnantól ez már nem tud rendes lendületen elindulni. De hogy Joe jól megy, Bottas azt hozza, amit vártam tőle, és örülök, hogy látjuk Bottast egy másik autóban, teljesen gyakorlatilag már most a hátán viszi a csapatot, úgyhogy egyébként nem kell Joe-t magával húznia, mert ott meg megvan a tempó, csak még érződik az újdonság. És a másik oldalon meg ott a Haas, Kevin Magnussen zseniális, iszonyú jó. Schumachert nagyon sajnálom abból a szempontból, hogy én nem vártam azt, hogy Schumacher meg fogja verni Magnussent. És kifejezetten vártam, itt beszéltünk róla egyébként, amikor bejelentettük, hogy milyen jó lesz végre összehasonlítani egy jó pilóta ellen. Mindegy, hagyjuk is, nem menjünk bele a múltba, mert lényegtelen, hogy mi volt tavaly. Nem egy olyan versenyzővel, aki vele együtt került ki, és föl egyébként az F2-ben. Igen, és hogy nem feltétlen ő volt a legjobb, vagy legélesebb később fiókban, már Mazepinre gondolok. De hogy nem, vagy valami más gondolok. Na mindegy, nem akarom Mazepinen hegyezni a nyelvem. A lényeg az, hogy Magnussennek örültem, és marára azt hozza, de most már szeretném Mick Schumachert is látni egy jó hétvégén, amikor nincs probléma, nem lökik ki, amikor hiba nélkül megy, hogy hol vannak a valós tempókülönbségek, mert ez egyértelmű, hogy figyeljetek, azt ne felejtsük el, hogy az emberek valamiért azt gondolják, hogy Magnussen itt maradt valahonnan a múlt századból, de egy szerencsétlen dás rác inkább játszana Hamletet vagy valamit, de most itt van Mick Schumacher és a legenda fia, és majd nem tudom mi lesz. Tehát, azért ne felejtsük már, hogy Kevin Magnussen mindenkit bucira vert. Tehát a Kevin Magnussen úgy jött meg, hogy pépé zúzotta maga körül mindenkit kis túlzással, mielőtt a Forma 1-be került. Az egyik legnagyobb tehetsége volt annak a junior érának, és megjött, és mindjárt volt egy a harmadik helyen, ami második lett utána a Ricardo kizárását követően. Aztán utána volt egy nagyon zaklatott pályafutása, aztán vissza is vonult már a Forma 1-től, és most visszakerült. De ez egy nagyon jó versenyző, tehát ne tévedjünk, itt nem arról van szó, hogy visszahoztak egy szerencsétlen botlábút, aki jóval játszál itt el, majd fölnevejük melletted miket. Ez egy piszok jó versenyző, és azonnal látszik. Tehát beül az autóba, és még ereje tejében van, és éhes is, látszik, hogy a sikerre viszont az nagyon fölpörök rá, a nyaka még nincs rendben, és ezzel vagyok kíváncsi, hogy Micknek egy olyan hétvége, ahol jó, hogy ez saját hibás volt egyébként, tehát ez egy iszonyú kockáztatott kör volt az időmérőn, van ilyen, elrontott, az apukája is. Hozzáteszem, ez is többé-kevésbe annak köszönhető, hogy nagyobb a nyomás, és ott van már össze a torkán. Szóval, szeretnék látni egy hétvégét, hogy mennyi a valós különbség, mert egyértelműen Magnussen előrébb van, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Mick tud-e tőle tanulni, és tud-e feljebb jönni, mert még nincs ez, tehát sokan már Ferrari-ba álmodták.
Ma azt nézték, hogy Sainzot hogy fogják onnan kirakni, vagy Leclerc, hogy hol vagyunk még ettől gyerekek? Tehát, mik hát, mire csinálsz rossz autót a Sainznak, hogy megágyazzanak? Nem, persze. Ezt az oldalon olvastad, ahol a másik az... A nyers pizzát... Az újvarimáté.hu-n. A nyers pizzát ne szedjétek ki a sütőből képet, utána már ehetetlen ez. Tehát most ebben a helyzetben vagyunk még mindig, úgyhogy én azt mondom, hogy Magnussen és Bottas. Tehát ezt a két embert emelném ki, és kíváncsi vagyok Joe-ra és Mick Schumacherre ugyanezzel a két autóval. Mick Schumacher egyébként ott lesz Melbourne-ben, ugye a múltkori sérülését követően már vasárnap is Jeddában nyilatkozott a paddockban, ezt meg is mutatok adnom a felvezető műsorban, és Sebastian Vettel is meggyógyult, úgyhogy az Aston Martinnál Vettel is visszatérett, bár ugye a rossz nyelvek szerint lehet, hogy jobb lett, hogyha még távol marad és megvárja, amíg az autó egy picit fejlődik, mert ez nem az a szezon kezdet. Tudjátok, ki nyerte az utolsó várjatok? Utolsó Hamilton szerintem. Nem, az utolsó Bottas nyerte 19-ben. Hamilton volt pole-ban, talán. És előtte viszont Vettel nyert, azt hiszem, vagy lehet, hogy pólókkal keverem. Na mindegy, hogy nem, Vettelnek van a legtöbb győzelme, ha jól rémlik. Nekem csak a 19-es a megnyitó. Hamilton pole-ból nyert Bottas 19-ben. Hát akkor volt a legendás üzenet. Bottas 3.0, vagy mi volt akkor? Igen. Whom it may concern. Ez volt ugye Valtteri Bottastól az üzenet, most már pólók tekintetében is ez megtalálható, akit érdekel, keresse rá. Ugye Bottas Hamilton Verstappen, ez a legutóbbi ausztrál nagydíj dobogója 19-ből, hiszen ugye 20-ban Gáborral közvetítettük volna az első szabadedzést, amikor egy órával az első szabadedzés előtt jött a Covid, és hivatalosan is lefújták úgy, hogy mindenki akkor ott volt még Melbourne-ben. De nem mentek a pályán, és ugye azóta átalakították. Na, pont erre akartam még kiukadni, ugye egy módosított, átalakított pálya, 4 DRS zónával, de itt át is adnám a szót inkább nektek. Mit módosítottak, mit kellene tudni, és egyáltalán hogyan változott? Előnyére vagy hátrányára az aszfaltcsík? Szerintem előnyére változott. Ugye menjünk végig, teljesen új aszfaltozás. Akkor nagyizgatok, jó? Ahol éppen, hogy mindenki jól lássa. Teljesen új aszfaltozás, de alapvetően a vonalvezetés ugyanaz maradt. Viszont olyan finom kis nyalánságok módosultak a pályán, ami miatt mégis a pálya karaktere megváltozott. Ez egy jóval gyorsabb pálya lesz majd ezen a hétvégén. Ugye eddig sem volt egy lassú pálya, de lassú kanyarok, hosszú egyenesekkel váltakoztak, nem igazán voltak benne nyújtott szakaszai. Tehát tipikusan ezek a derékszögű kanyarok, egy városi vagy hát ilyen parkban levő pálya, ugye a Tóth kerül. Ugye a Tóth kerül egyébként az Albert Parkban, és igazából ezek a derékszögű kanyarokkal volt leginkább teletűzdelve, egy-két nyújtottabb rész volt, de nem igazán jellemző, és egyébként a padlógáz a szakasz alacsony tapadás. Nem volt túl sok izgalmas futam egyébként ezen a pályán. Általában a feeling az abból jött, ugye, hogy itt kezdték, igen, meg hogy itt indult hát az idén. Ez egy zseniális helyszín hangulatilag. Nagyon jó az osztály emberek, szép, pozitívak. 2012-ben közvetítettük a helyszínről, életem egyik legnagyobb élménye volt az Albert Parki verseny. Teljes fesztivál hangulat az egész. És akkor amit a pálya változott, igazából ránézel, és azt mondanád, ha emlékezetből kell rajzolni, hogy hát ez Melbourne, mi változott. Most ami változott, hogy ugye kivették a 9-10-es sikánt, és ezért most már ez lesz a 9-es kanyar, ugye ez még a régi számadás, de ezzel nincs is baj. Emiatt viszont a 6-os kanyartól egy teljes padlógázos szakasz alakul ki. Mondanám, hogy egyenes, de nem az, mert össze-vissza kanyarok, de végig padlógázon mennek, és ez egy nagyon hosszú padlógázos rész, amit az ott eltöltött időt jelenti. Ráadásul a 6-os kanyar 7,5 méterre szélesebbre szabták, tehát nagyobb lesz a 6-os kanyar tempója, nagyobb kanyart lehet rajta átvinni. Én most azt satszolom, hogy ilyen 180-190 körüli tempóval szerintem simán átmennek a 6-oson, és körülbelül majdnem 200-ról kezdik a kigyorsítást erre a végtelen szakaszra, ami ráadásul ugye DRS zóna is, tehát nyitott hátsó szárnyal mehetnek, 3-20 fölötti tempók lesznek biztos itt, és ettől lesz ez a 11-12-es, ami egyébként, ha emlékeztek, mindig az egy ikonikus, egy neuralgikus pontja, nehéz szakasz a pályán, itt nagyon sokan rontották el, főleg a kiáraton, ha megúszik az autó, a kiáraton eltalálják ezt a hosszú kerékvetőt, sokan rakták ide bele a falba, vagy csak füvesztek ott, szakítottak le valamit az autójokról. Csak és ne felejtsétek el, hogy itt most egy jó 20-szal nagyobb lesz a sebesség, amivel megjönnek. Tehát óriási tempóról kell befűzni. Megváltozik a 11-12 miatt, aztán a 13-as hosszabb lett, illetve a pálya picit tovább tart, mert derékszöget, sőt a derékszögén is csúcsosabb szöget csináltak. Ugyan szélesebbet maga a pálya, de lassabb lesz a kanyar azért, hogy egyébként itt egy keményebb féktáv jön létre, és nagy tempóval itt még egy DRS zóna, itt jobban ki lehessen, meg lehessen próbálni kifékezni a másikat. 13-as kanyar 3,5 méterre szélesebb, jobb íve van, picit meg is döntötték, illetve ez a 15-ös, de egyébként a 13-as tesz belőle az átszámozás követően. És utána a 16-os nem változott, ami a 14-es lesz az utolsó kanyar, viszont az első és a harmadik kanyar szintén szélesebb lett, szintén nagyobb lesz az íve, vagy nyitottabb lesz az íve, tehát nagyobb tempót lehet rajta átvinni.
Úgyhogy ezeknek köszönhetően itt most már a jó számozás és a végleges beosztás, hogy 14 kanyar van rajta, és ezeknek a változtatásoknak köszönhetően maga a pálya csak 25 méterrel rövidült, tehát igazából ugyanúgy 58 kört megyünk, és 5278 méter a hossza, de az átlagsebessége annyira megnő, hogy az ausztrálok szerint 5 másodperccel jobbak lesznek a köridők, tehát hogyha a tavalyi autókat, illetve nem a tavalyiakat, a 3 évvel ezelőtti autókat küldenénk a pályára, ami akkor ugye 1.20-at ment Lewis Hamilton, akkor most 1.15-ös köröket mennénk. Itt a nagy kérdés az, hogy ezek az autók tudnának-e 1.20-at a régi pályán, és ahhoz képest 1.15-öt, vagy esetleg csak 1.17 lesz a pól. Minden esetre ez egy sokkal gyorsabb pálya lesz, és attól lesz igazán nehéz, hogy 4 DRS zóna van, sokkal nagyobb végsebességekkel, és nem lehet már a közepesen magas leszorítós tartományban menni, mert az a sok időt fogsz veszíteni, vissza kell jönni kisebb leszorítós csomagra. És ugye az 5 másodperces gyorsulás mellett azt mondták az ausztrálok, hogy azt is várják ettől a pályától, független attól, hogy most egy új éra kezdődött meg, és az új autók elméletileg könnyebben is követik egymást, hogy szerintük a régebbi autókkal is sokkal több csata alakulhatott volna ki, éppen ezért most egy ilyen oda-vissza előzést várnak tőle, és ugye már különböző mémek meg is jelentek az interneten, hogy Verstappen és Leclerc a 50. körben 67.500. alkalommal előzte oda-vissza egymást. Ugye ez a 4 DRS zóna, ez több izgalmat is magába rejtett, és láttuk például pont Leclerc és Verstappen esetében, hogy a gondolkodás, hogy majd hogy fognak ők ilyen szempontból manőverezni, megint belecsaphatnak egy ilyesmibe, hogy a DRS zónánál arra kell figyelni, hogy éppen kiszeli át hamarabb, és aztán kinyithatják. Sok kritikát olvastam azzal kapcsolatban, hogy változtatni kell a DRS érzékelési pontokon, a DRS hosszán, a DRS-be kell tiltani, ez veszélyes, nem jó. Bárcsak az lenne, amit mondtál, hogy 60-adjára előzik össze, mint oda-vissza egymást. Mint a DART-vében a 180-as számláló megvan, hogy viccet. Csinálni kell ilyen kis táblákat, és feltartjuk előzés majd a stúdióban. Viccet félretéve. És megint. Igen. Én nagyon élveztem. Igen, lehet, hogy voltak veszélyes pillanatok ott, amikor ugye küzd az egyik a másikkal, hogy akkor most kinyithassa az állítható hátsó szárnyát. Figyelj, Vegasban majd, mint a boxmeccseken a menetszámokat jelző táblák, amikor bejönnek a lengén öltözött hölgyek, akkor ott meg a svéd bikinis lányok, igen. De hogy szerintem ez nagyon szórakoztató. Azzal egyetértek, hogy nem jó, amikor túl hosszú egy DRS zóna és túl erős az ereje. Talán itt egyébként nem olyan nagyon vészesen hosszúak, majd meglátjuk, hogy milyen lesz ennek a mértékén. Ugye két érzékelési pont van és 4 zóna. Igen. Tehát ugye, ami fontos, ugye itt az első érzéke, hogyha a célgyeres irányába közelítjük meg a pályát, indokolt, ugye itt az első érzékelési zóna, amit egyébként kettesnek hív a rendszer, majd körbe megyünk, de hogy menjünk úgy, hogy a célgyeresre ráfordítva, tehát aki itt másodpercen belül van, az itt nyithatja egyszer, aztán itt nyithatja még egyszer. Tehát aki itt bemér másodpercen belül a rendszer, mindegy, hogy előzött vagy sem, még itt is nyithatja a szárnyát, és akkor a visszafele jövő részen pedig ugye itt az érzékelési pont a hatos kanyar után, és utána a most végtelenített egyenesben, ahol kikerült a siker, itt az első nyitási lehetőség. Egyébként itt nem lesz könnyű előzni, ez gyorsan hozzáteszem, hogy tudjátok, hogy milyen szűk a pálya, és kanyarodik. Tehát itt viszonylag könnyű lesz levédeni, aki támad, annak arra kell felkészülni, hogy a védekező belülre fog húzódni a falhoz, a belső évhez, és végig ott is fogja tartani, tehát nem lesz olyan könnyű körbeautózni, és utána balra fordul a kanyar. De utána jön a második aktiválási zóna, amit még mindig az első érzékelési ponton másodpercen belül levő nyithat, és igazából ez a féktáv lesz szerintem egy nagyobb támadási zóna. Kérdés az, hogy körön belül hogy fognak tudni játszani azzal, hogy itt aki támad és előz, azt mennyire fogja tudni visszakóstolni a másik, mert simán benne van ez a ritmus egyébként. Nekem ezekkel a dupla zónákkal. Ezért kérdeztem, amit most láttunk, akkor az megismétlődhet ilyen szempontból. Abszolút. Szerintem ez egy jó taktikai csata. És egyébként szerintem ez a pálya most így elsőre ezekkel a kicsit kiegyenesített, jobban levágható kanyarokkal, hogy jobban el lehet talán azt játszani, hogy valaki mögött autózol, és akkor nyitott folyamatosan az állítható hátsó szárnyát, ezáltal ugye lassabb tempó elégséges ahhoz, hogy kövesd a másikat. Tartod, és utána a végén spórolsz, és utána egyszer csak, amikor úgy érzed, hogy megvan a megfelelő gumielőny, meg jók a körülmények, akkor bemutatsz egy előzést. És van még egy érdekessége ennek a hétvégének. Utoljára 2018-ban Szocsiban volt olyan, hogy a Pirelli nem az egymást követő gumikeverékeket hozta el, és most a C2-es, a 3-as lesz itt, tehát ez olyan, mint a Jeddában. Utána kimarad a 4-es, és helyette jön az 5-ös, ami meg a leglágyabb a repertoárban, ez azért van, hogy nagyobb legyen a különbség. Ez nagyon jó. Ez egy izgalmas, óriási taktikai, meg egyéb variáció szempontokat megnöveli. Óriási tapadási előnyben lesz, aki az 5-ösön van. És ne felejtsétek, hogy zsír új aszfalt, nagyon sok bitumen, ez még nem fogja zabálni a gumikat.
Tehát lehet, hogy az ötösökkel egész sokat el lehet menni, és mindenki majd a kettes-hármasokat próbálja, amennyi lehet kerülni, és csak az ötösökön vagy, ameddig tud, csak az ötösökön megy, vagy minden inkább azokat használja. Hát csak ugye, amióta az új időmérő rendszer, azóta nem nagyon tudsz annyit félrakni a célötösökbe, a lágyakból. Ez viszont is még egy dolog a versenyre, ugye utcai pálya, betonfalak közelsége, sokszor itt van a biztonsági autó. Tehát itt egy biztonsági autó fázis alatti cserénél, amikor valaki kínagad egy hármason, vagy egy kettesen, és mögötte beváltanak ötösökre, onnantól kezdve véged van, tehát nem. Látjátok, hogy másodpercnyi különbségek vannak itt sokszor a keverékek között, és akkor itt ugrunk kettőt az ötösre. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni stratégia számításnál. Tök jó, mert egy újabb olyan tényező, amiben már régen nem kellett számoljanak a stratégák, egy újabb keveredési lehetőség. Akár a verseny végén valakinek meglepetésszerű. Valtteri Bottasnak egy Alfa Romeo győzelmet. A 19-es győzelmét. Ugye, na, megint is. És akkor egy újabb üzenet. Az már Mercedes felé. Jó, hát azért, ahhoz azért nagyon sok badasságnak kéne történnie, hogy a végén az Alfának legyen esélye nyerni. De egy kaotikus Melbourne-i futam. Akár az is benne van a pakliban. Jó, van-e még bármi kép, amit nem lőttünk esetleg el, vagy videó, amit szeretetek volna megmutatni? Nekem itt még van 25, melyiket szeretne? Amit kizártuk, akkor ő most kiesett. Fiatal. És akkor, ahogy ígértük, egyébként viszonylag időben vagyunk, hiszen 45-re mondtuk, most 50 van. 10 percünk van a kérdésekkel, az első kérdés... 5 perc kevés a motorsport világában, Máté? Viszonylag, ha ezt hozzáadtam ezt a szót, úgy tűnik, hogy elkerülte a füledet, azt kérdezik, hogy tengeri buvárkodást. Dani, fogytál? Ez az első kérdés. Jó, Máté, köszönjük. Bocsánat, ez egy ilyen belső poén, ezt nem hagytattam ki. Szóval, találkozunk hétvégén Máté a stúdióban? Nem tudom, majd meglátjuk, de a büfébe válaszol. Hogy nem. Delfinezés kapcsán jött még egy kérdés Fodor Zoltántól. Ezek a problémák, és gondolom, hogy magára delfinezésre gondol, a szélcsatornában miért nem jöttek elő? Mert ott nem lehet ezeket az áramlásokat generálni. Erre a szélcsatorna csak 50 méter per szekundumon működik, ugye egy 60%-es méretarányú modellel, tehát nem tudják egy az egyben ugyanazt leképezni, ami az életben történik, plusz a szélcsatornának ugye nem merev az alja, nem egy aszfaltot kell elképzelni, hanem egy gördülő szélcsatorna van, gyakorlatilag egy olyan futószalag, nem pont olyan, de egy hasonló futószalag, mint a közérben a pénztárnál, az gördül az autó alatt azzal a sebességgel, amivel az autó elméletileg menne, azt is ugyanúgy gyorsítják, ahogy a levegőt áramoltatják. Ezek speciális gördülő szalagok, tehát pici lukak vannak benne, alulról szívják, nagyon egyon érdekes technológia, nem megyek bele, mert még három adás elmegy vele, de hogy azért, hogy ott ne torlódjon fel a levegő, nagyon érdekes módon el is szívják a levegőt alulra, de emiatt a technológia miatt, hogy egyébként az autó körüli áramlás az jó legyen, a levegő elszívás miatt nem korrekt teljesen az autó alatti áramlás, és ezek a vortexek nem úgy keletkeznek. Ráadásul miután látjuk azt, hogy ez 220-240 körül kezd a problémává válni, illetve megfelelő hasmagasság mellett, ott áll egy statikus autó bent a szélcsatornában, és gördül alatta a gördülő. Ez a legfontosabb, hogy ott áll egy statikus autó, tehát itt van. A futóműnek óriási része van abban, hogy hogyan berúgózás, van ez a hatás. Nincs semmiféle vertikális mozgás, se előre hátra bólogatás, és szép lassan, gyorsan áramlik a levegő, de 50 méter per szekundumnál nem gyorsabban, a 180 km per óra. És egy méretarányos modellről beszélünk, nem a valódi modell áll meg. És ezek bármennyire furcsának tűnik, óriási probléma. Persze megfelelő számításokkal ezt át lehet számítani egy az egyben méretarányba, de emiatt nem tudják azokat a képeteket tökéletesen generálni, amik a valóságban megtörténnek, ezért öntik nyakor annyi flowvíz festékkel minden egyes szabad edzésen az autókat, mert meg akarják nézni, hogy ami a szélcsatornában oda ment, az valóban oda megy a valóságban, vagy valami máshol placsan, mert ebből tudják kikövetkeztetni, hogy valami máshogy történik. És ezek annyira összetett hatások a delfinezésnél, hogy egyszerűen nem tudják ezt sehol máshol, még CFD-ben sem számítógépes áramlástárnál sem, mert az is csak valamennyire matematikai számításokat tartalmaz, és ha nem programozott bele, akkor nem fogja kidobni ezt az eredményt, amit az élet egyébként produkál. És ugye ezzel kapcsolatban voltak a nyilatkozatok még a tesztek során, hogy alapvető fizikából adódnak ezek a delfinezések, erre számítottak is, de nem ekkora mértékre, hiszen, és az összefügg ezzel a válaszsal, ezt nem tudták előzetesen modellezni, tehát az a fajta durva delfinezés példa, amit a Mercedesnél láttak, az egy olyan jellegű volt, amire korábban nem számítottak, a mértékét tekintve legalábbis. Sokan kérdeztétek, kint leszünk a helyszínen, nem. A következő hétvége, ahol utazunk majd, az Imola lesz, Szerecki Ádám fog majd Imolába utazni Szabó Bicók Szilárddal. Aztán, mit szólnátok ahhoz, hogyha tényleg megérkezne az eső a vasárnapi futamra, mert hogy állítólag vannak erről hírek, a mostani időjárás jelentések szerint ez benne lehet a pakliban, mennyire kavarná fel az erős sorrendet? Nagyon?
Nagyon-nagyon. Hát, idén még nem nagyon láttuk az esős erőviszonyokat, valószínűleg fel nem. Pénteken 5 percig esett az eső. És akkor hogy milyen volt, Máté? Nagyon jól esett. Az alapján mit mondasz? Az alapján Melbourne-ben nagyon. Nagyon? Joe. Akkor Joe. Oké, jó. Egyébként én általában éve nem vagyok annak, hogy most leesik az eső, akkor felborulnak az erőviszonyok, viszont az biztos, hogy ott jobban kiszakott jönni az, hogy ki megy jobban esőbe, és ki megy kevésbé jobban, kinek van nagyobb önbizalma a mostani autókkal, és ki lesz bátrabb az új autókkal, ahol egy baleset az drága. Könnyű elfékezni ezeket az idei gumikat, azt látjuk, az esőben még könnyebben jelenthet blokkoló kerekeket, tehát a féktávok még trükkösebbé válnak, de azt ne felejtsük el, és akkor Danira kapcsolódok vissza, hogy amelyik autó jól tapad, és szárazon gyors, az esőben is a legnagyobb tapadást fogja generálni neked, és abban fogsz tudni gyorsan menni. Esetleg annyit a Mercedes javára így csillagozottan odaraknék nagyon három zárójelben, hogy ami látszik a Mercedesnél, hogy alacsony tempós kanyarban van tapadásuk. Igen, ott elég jól teljesítenek. Ott jól mozognak, és hogyha ugye esik az első, akkor eleve minden tempó lefele vándorol, itt meg elég sok derékszögű kanyar van, tehát lehet, hogy a Mercedes közelebb tudnak kerülni az esőben az élmezőnyhöz, de itt nagy változás nem tudok elképzelni egyébként az erőviszonyok tekintetében. Akkor lehet, hogy a Mercedes most szurkolnak az esőnek. Azt hiszem, Box utca Facebookon is fönt volt a kép, hogy olyannyira nagy a rivalizálás egyőre Russell és Hamilton között, hogy együtt edzenek, képzeljétek el. Együtt végeztek súlyzós edzéseket. Ez hogy szól az a mondás, hogy tartsd közel a barátaidat, de az ellenségedet még közelebb. Én ettől teljes mértékben elhatárolódnék, ez mind Nagy Dániel képzeltének a szüleménye. A Dream Team szóval... ilyen együtt. Sziasztok, hogy ellenőrizik a költség plafont? Minden számlát be kell küldeni? Kérdezi Varga Viktor. Ennél durvábban, igen. Minden számlát is be kell küldeni, és minden tervezési folyamatot is dokumentáltan be kell küldeni, tehát az elejétől, az ötlet kipattanásától kezdve. És egyébként szúrópróbaszeren ellenőrzik őket, tehát bármikor mehetnek a Form 1-es csapatokhoz ellenőrizni a teljes minden számlát, minden beszállítói megbízó levelet, ami csak létezik. Kijön az APEC, hogy akkor gyakorlatilag minden rendben van. Gyakorlatilag igen, az FIA APEC, az FIA NAV megérkezik. Igen, most már az FIA NAV megérkezik, már jó ideje NAV. És konkrétan bármit kérhet. Nem kell. Figyelj, olyan, mint a vada a dopingvizsgálatokkal. Bármikor rendelkezésre kell állni, ha nem találnak valamit, azonnal kihágás, ha magyarázkodást költő, hogy az nem ott volt, azt ide tettük meg. Tehát most annyira... pont is nálunk az a papír, de... Ebbe tavaly össze beleástam magam. Ő nem kért pénzt érte, ügyet csináltam. És minél mélyebben ástam bele magam, annál szörnyűbb érzésem volt. Tehát, hogy aki ezzel foglalkozik, meg akinek a csapatoknál ezzel foglalkoznia kell, hogy megfeleljenek. Tehát olyan hosszú... Egyébként megtaláljátok az FIA oldalán, nagyon mélyen, ha belementek, meg lehet találni. Nem is annyira eldugva, de ott a szabályrendszereken belül meg lehet találni a financial regulations-t, és azon belül egyébként letölthető a dokumentum, ami eszméletlen hosszú, és nagyon sok pontban van szedve, hogy minek, hogy kell megfelelni, mit, mikor vizsgálnak, és a büntetési tételek is komolyak. És ne felejtsétek el azt, hogy egy dolog, hogy milyen büntetési tételek vannak, hogy milyen renomé, tehát mennyire akar a renoméjával játszani egy autógyár. Nagyon gyorsan megtalálta. Tehát itt FIA oldal. Innen lehet letölteni. FIA.com regulation category, és akkor azon belül financial regulations ott van 2022-2018, tehát a február. Nincs meg poénból, hogy 18. hány oldalas. Hát, nyugodtan menjünk rá. Nem mondom, hogy ezt most így felolvassuk írtányom az egészet. Most előbb elmenti, és akkor rányit. Láthattátok, hogy Dani régebbi mentése is. És akkor itt van, törgyes Dani, mert ott csak van. Csak hány oldalas? 36 oldalas. Na szép. Ez egy 36 oldalas dokumentum csak arról, hogy hogy vizsgálják, és hogy szankcionálják, hogyha valaki nem fér bele a 140 millió dollárba. És gondoljatok bele, mondom, egy autógyárnak, vagy akármelyik szereplőnek, de különösen az autógyáraknak mennyire komoly arcvesztés lenne, hogyha kiderülne, hogy csaltak ezzel. Arról nem beszélve, hogy mennyire égetik meg magukat, az egy dolog. De onnantól kezdve annyira komolyan játszanak a tűzzel, hogyha kibukik, hogy valaki túlköltekezett és azt megpróbált eltusolni, akkor még komolyabban megbüntetik a következő évekre, tehát akkor olyan pénzlevonásban részesülnek, nem a pénzdiakból kapnak kevesebbet, hanem hosszú évekre azt mondják neki, hogy nektek innentől kezdve 70 millióból kell autót építeni. Tehát olyan szinten megütöd a bokádat, hogy nem éri meg kockáztatni, hogy egy világbajnoki címet behúzzál, és mondjuk költs 200 milliót, 140 millió helyett. Nyilván megpróbálják majd a kiskapukat amennyire lehet feszegetni, és kicsit kitenni rajta a lábukat, de minden csak addig a határig, amíg még magyarázható, és elfér a szürke zónában.
Tehát nem lesznek 400 milliós költések. Arról nem beszélve, hogy az infláció azért elég komolyan növekszik mindenhol. Igen. Tehát már a 140 millió, nem 140 millió. Ferrari volt, aki először kezdte ezt a lámpát. De ez teljesen jogos, mert ez már felmerült a szabály bevezetésekor, és ezt egyébként tartalmazza a szabály, ha elolvassátok, a 36 oldalt benne van, hogy figyelembe véve az inflációs rátát, egyébként az értékek adott dátumnak megfelelő 140 millióhoz viszonyítva kerülnek majd megállapításra. Tehát, hogyha akkora infláció lesz, akkor 140 millióból simán lehet akár 150 millió is adott esetben. De ez már nem a mi problémánk ezt eldönteni, meg nyilván a csapatok, meg az FIA ezen rajta van. De egy nagyon komolyan körbeírták. Tehát nekem is jött egy csomó olyan kérdés, hogy na de ezt majd mikor is kitalálják, hogy hogy ellenőrzik? Hát itt van egy 36 oldalas, nagyon-nagyon komolyan összerakott szabályrendszer erre az egészre, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetnek próbálkozások, de nagyon komolyan körbeírták az egészet. Egy utolsó kérdés még engedjetek meg, hiszen egy perc van hátra a 6 óráig. És mivel felolvasom a kérdést, szerintem már 6 órát is ütünk. Ugye itt a héten, köszönöm. Itt a héten megjelent egy-két cikk azzal kapcsolatosan, hogy a Red Bull szeretné megtartani Pierre Gaslyt vagy sem. Mi lesz Perezzel, aki ugye pole pozíciót szerzett Szaúd-Arábiában, azt követően viszont hát pekesen jött ki abból a helyzetből, és egy rajtszél győzelem helyett meg kellett elégedni egy negyedik pozícióval. Szóval ez a Gasly-Perez adott esetben csere, ez még Dr. Helmut Márkót is nyilatkozattételre késztette, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy Gasly egyszer visszakerüljön mondjuk Verstappen mellé, de ti ezt a kérdéskört hova tennétek? Már csak azért is, mert ugye azt hiszem Pereznek év végéig szóló szerződése van, a Gaslynak is, és nyilvánvalóan okozhat ez adott esetben egy jó pilótának az elveszítését a Red Bullnak, csak kérdés, hogy megérné a visszacsere. Okozhatja, és egyébként nehézé teszi a szituációt, hogy Perez nagyon jó a megy egyelőre idén, és egész egyszerűen Horner azt nyilatkozta, hogy úgy tűnik neki, mintha Perez, amikor először beült ebbe az autóba, meg a szimulátoros tesztek után, ő volt az, akinek inkább feküdtek az új szabályrendszer alapján épült autók, vagy hát ugye a Red Bull, és Verstappennek kellett inkább változtatni a vezetési stílusán, aki egyébként arról híres, hogy elég jól csinálja, mint ahogy a példa is mutatja. De Jeddában Perez szerintem futamot nyert. Nyilván ott volt az a korai kiállás, stb. Hát nehezen, nem tudjuk, nehéz. Hogy futam, hogy nyert volna de nagyon jó megy. De nyilván nagy jó sanszor, nagyon nagy időmérőt, mert Perez jól érzi magát az ideje autóban. És szerintem most ez arról szól egyébként Márkó szempontjából, hogy pici lelket öntsön Gaslyba, aki ugye megnyilatkozta. Nem akarják elveszíteni. Mert Gasly már mondta, hogy ez egy reakció volt. Gasly néhány héttel ezelőtt mondta, hogy nem vár tovább, ő nem vár tovább. Az idei év, és ha jövőre vagy üléskep, vagy semmi, nem így, de majdnem így fogalmazott szó szerint, és ugye Márkó... De ez, bocsánat, ez szerintem valahol érthető is, de mert... De szerintem Márkó szempontjából is érthető, hogy jelez Gászlinak, hogy látunk... Hogy várj, számolunk itt vagy, nem vagy elfelejtve, nem estél ki a Pixisből, de látod, hogy mi a helyzet most a csapatnál, és szerintem ez Gászl is fölméri, hogyha Perez ilyen jól megy, itt nagyon nehéz, ez pénzfeldobás, tehát kitenged, és igaza van Daninak, most kitengedsz el. Gasly még elég fiatal, Perez viszont ha ilyen jól megy, és jól megértik egymást Verstappen, akkor ők se akarnák, hogy megboruljon ez a, megbirányozza a csapaton belül egyensúly. De Perez egy kérdés, hogy hány év van még Perezben. És ebben talán benne van az, hogy Gasly, de hova megy Gasly? Azért most fölteszem a kérdést. Lehet vagdalkozni, de és amúgy hova szaladunk? Tehát hát ugye látok esélyt bármilyen. De az Oscar Piastrinak nincs hely a mezőnyben, tehát hogy na jó, de azért Gasly pár évet lehúzott már a Forma 1-ben, futamgyőztes versenyzőről beszélünk ráadásul, de értem, amit mondasz, és szerintem nincs is hova menni baj, hogy nincsen piászni nincs, a nincs helye Gasly. Akkor lehetnek változások, ha mondjuk visszavonulnak páran, mondjuk az idősebb generáció tagjai közül. Kire gondolsz? Alonso? Alonso nem fog, Fettel. Hamilton nem fog, Fettel. Szerint Fettel lehet Fettel esetleg. Kérdés az előrelépése, és mondjuk Gasly csinál egy olyat, mint amit Ricardo csinált, hogy azt mondta, hogy elég a Red Bull családból, mindegy, hogy hova kistózással, csak szeretnék elmenekülni, mert, és akkor legyen ez az utolsó kérdés. Milyen jó járt, Ricardo. Még ezt neki javáltak el. Legyen ez az utolsó kérdésnek a kérdése tulajdonképpen, hogy Gasly helyében, ha azt mondaná Helmut Márkó, figyelj Pierre, Pereznek búcsot intünk, csá, csekó, gyere vissza, megérné, megvállalni ezt a kockázatot megint Verstappen mellett? Tehát, hogy nyilván mi innen kívülről nehezebben ítéljük meg, de ha erre azt mondja, de Gasly ezt tisztán látja, tehát ő már egyszer megélte, ő tudja, hogy hova megy vissza, ez nagyon őt fontos. Őt már megégette a tűz, tehát ő igen, azt tudja, igen. Hogyha oda visszamegy önszántából, akkor valószínűleg ez a helyes döntés, de hát hogyha egy jó autóba ülhetsz bele azért, és nyilván igen, előre sose tudod, de azért most, mivel nem lesz olyan nagy szabályváltozás jövőre, ezért azért nagyjából látod, ha ő úgy látja, hogy jó az autó, kérdés nélkül, mert nagyon kevésszer adatik meg egy jó pilóta életében, hogy jó autóba üljön. Látsz, valakinek soha.
Van, akinek a karrierje végén, mint Pereznek. Lehet, hogy Gasly most nem kapja ezt a lehetőséget. Óriási motiváció. Igen. Még akkor is a Verstappen csapatása. Ez a key factor. Ugyan lásd Hamilton mellé, és hát örömmel ment volna bárki, Russell is már mit adott volna, hogy meg korábban oda kerüljön, ahol Bottas volt. Most pont rosszkor, éppen rosszkor van a jó helyen, vagy ki tudja, hogy mikor lesz ez jó hely. Igen, de azért Hamilton ettől még egy nagy kihívás. A Jeddah-t felejtsük el, hogy sokan mondták, hogy jaj, mert már látszik, hogy akkor most meg már nem is megy Hamilton. Ja, hát igen, ez a kedvencem volt. Vegyük figyelembe, innentől kezdve a Mercedes, amíg meg nem oldja a problémáit, az egész, az összes hátlevő verseny hétvégén két autós teszteket fog végrehajtani, és adott esetben valamelyik pilóta jól jár, a másik meg mellé nyúlt pusztán azért, mert nem azt fogják csinálni, amit nekik optimális, hanem ami a csapat előrelépése, a problémák megoldása szempontjából az ideális. És ez nem egyezik azzal, hogy neked mi jó. Olyan ilyen irányokat is ki kell majd próbálni, amikor úgy jössz vissza, hogy hát ezt most totál elrontottuk, így járt Hamilton Jeddában. És amíg ki nem tisztul a kép, addig nem tudunk valós összevetést végezni Russell és Hamilton szempontjából, és nem is elegáns. Főleg két futam után ezt megtenünk. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a szezon. Minden esetre a jó autó az óriás kihívás, és azt gondolom, nem is lenne Gasly az a versenyző, akinek látom, és akinek eddig is láttam, ha nem vállalna föl a csatát Verstappennel. Tehát milyen az, hogy hát ha nem megyek, mert ott Verstappen van. Hát a könyörgöm, a világbajnokot kell megverni, nem? Okay, hát a világbajnokot kell megverni, hát most Verstappen a címvédő, jövőre ki tudja, ki lesz, de hogy itt vagy már a szakmád csúcsán, ez az utolsó lépcsőfok. Egyszer már megpróbáltad, nem jött össze, és kapsz még egy esélyt. Tehát ki lenne az a bolond, aki azt mondaná, hogy sorry, nem megyek gyerekek, mert nem, csak akkor első számú vagyok. Várok. Képzeld már ezt a szituációt, amikor Gasly megpróbálja kierőszakolni, hogy egy első számú szerepbe menjen oda a Red Bull. Szóval örül neki, hogyha jó autóból egyetértek Danival, mert mindenki azt gondolja magáról, és ezt higgyetek-e minden versenyzővel így van. Én vagyok a legjobb. Csak jó, csak mindennek tökéletesen össze kell jönni, és én gyorsabb vagyok mindenkinél. És ez örökké tudod mondani. És mert... aki nem így gondolja, az nem is normális versenyző szerintem. Igen, az nem is ezzel egyetértek, de tényleg a technikai sportágakban ezt az örök életedig tudod, még saját magadat is be tudod csapni ezzel, ameddig akarod. Így van, azt egy ponton túl, akkor már túl sok pofont kapsz, akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor most már csináljuk mást. Akkor minden összeesküdött, kész, abba hagyom, ennyi. Nem akarja valamit. Akkor átmész indikátba, és ott elmondod. Na jó, ez messzire vezet, és Amerikába. Én akkor ezzel le is zárnám ezt a hát mostani pályafutást láttam. Valamivel több mint egy órát. Végezetül annyit mondanánk csak nektek, hogy korán kell majd kelni. Pénteken indulunk, ugye 4 óra 55 perctől, nagyon-nagyon korán első szabad edzés. Nem láttátok ti, amikor 3 órakor kezdődtek a hősidőkben meg a dolgok, 5 óra. Jó, hát figyelj, két kisfiam van, úgyhogy 5-kor már bőven fönn vagy. 4 óra 55-kor. Tudom, az első kávén, úgyhogy... 4 óra 55-kor valóban beköszönünk, igen. Hajnali hangon. Aztán 7.55 második szabadedzés, utána 9-től rögtön a második szabadedzést követően Vox utca magazin élő. Szombaton harmadik szabadedzés szintén 4.55, időmérő 3.48 reggel, úgyhogy ezúttal ne a Disney-t, meg a nem tudom milyen gymet válasszátok, hanem az M4 sportot korán reggel, ahogy aztán vasárnap a futam felvezetése 6.25-től, hétfőn pedig megszokottnak mondható időszakban délután 3.45-től Vox utca kibeszélő, hogyha úgy tetszik az M4 sporton. Igen, csalóka mielőtt elbúcsúzol, mert 8-kor van az időmérő, de 7-kor van a futam. Tehát, hogy aki a 8 órát beállítja magának szombatra, az ne 8-kor kelljen vasárnap, mert akkor már a futam felé tart. Addigra már Leclerc és Verstappen 50-szer oda-vissza megelőztem. Jó eséllyel, hogy nem érne vasárnap a DRZ-óna közül valamelyiket. Gábor, Dani, köszönjük szépen. Jó, köszönjük. Dani, kinek köszönjük esetleg még ezt a mait? A 4K Raidersnek köszönjük szépen a technikai segítséget, a stúdiót, a kamerákat és ezt a nagyszerű műsort levezénylik, és én nekem van egy utolsó kérésem, hogy amikor kisétáltunk innen, én elindítom ezt a, nem tudom, hogy ez most food board, vagy milyen onboard, de itt ez már az új Melbourne-i pálya, még abszolút nem kész állapotában, szerintem ezzel zárjuk a műsort. Jó, rendben, az ember, hogyha így fogom... Egy mini timelapse-et megnézünk a pakolás közben a parkból. Közben ezt így csendben elindítom. Ahol ki volt utoljára kint? 19-ben, szerintem én. Ádám? Nem, szerintem itt voltál 19. Tényleg az 20 volt. A 20 volt, amikor ugye nem volt. 19-ben én voltam, olé. Igen. Kiskutyákkal még szerintem videós bejelentkezést csináltunk. Kiskutyussal ki volt. Kiskutyussal. Na, köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok, megyünk is. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez a 6-os kanyar.